Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a Pont Rádió hallgatóit és a Pont Televízió nézőit. Jó magam és Szabó Ferenc felkezdő úr nevében. Megfogadtam, hogy el ne felejtsen bemutatni a kollégámat, és látják, megint majdnem elfelejtettem, de hát ez már a koromnak tudható be, azt hiszem. Folytatjuk tovább a sorozatunkat, ami 1990 első szabadon választott mezitúrián kormányzatoknak a tagjait mutatja be, és ezért meghívtuk egyik prominens képviselő, vagy nevezzem képviselőtársamnak, a jelenlegi kedves vendégünket, akit nagy szeretettel üdvözlök a stúdióban, aki nem más egyébként, mint Takács István úr. Pista, szeretettel köszöntelek magam és Frenki nevében. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Ja, hát így nem leszünk jobb, hogyha ilyen rövid választok adsz, mert akkor nem tudom, hogy itt fogunk beszélgetni, de szerintem bőven lesz témánk. Pista, én nem mennyire vagy információk birtokában, már sok képviselőtársunk, akkori képviselőtársunk, ugye te is tudod, hogy sajnos már néhányan nincsenek közöttünk, de őróluk legelső alkalommal megemlékeztünk, de sok képviselőtársunk már vendégük volt ebben a műsorban. Már szinte klasszikusnak tűnik az a kérdés, amelyet felszoktam ilyenkor tenni, de valóban nekem is jó ezt visszahallani és megismerni az akkori mi voltodat. Így az első kérdésem szintén erre vonatkozna, hogy kérlek szépen Pista, mutasd be az 1990-es Takács István. Istvánt, aki hát most volt végül is 25 éve, mondhatnám egy pillanat. Hogy emlékszel rá az időszakra, hát Pista? Igen, akkor 39 éves voltam. Valamennyivel fiatalabb. De ugyanilyen sármos voltál, mint most, ez természetes. Valószínű. Így van. Valószínű, és egy pár kilóval biztosan akkor könnyebb is. Az csak szebbé tesz. Úgyhogy, hát akkor a mezőtúri áfész elnöke voltam, és akkor úgy gondoltam, hogy elindulok a város közéletébe tevékenykedni. Hát egyrészt láttam, hogy milyen indulók vannak Páston, és azért is gondoltam, hogy hát ha én is tudok valamit hozzátenni a város tevékenységéhez, a város közéletéhez, ezért is vállaltam akkor, illetve önkormányzati képviselőnek jelöltettem magam. Hát akkor én független képviselőként indultam. Hát magam Ronit, kedves feleségemmel akkor is, akivel ma is együtt vagyunk, együtt küzdöttünk, együtt dolgoztunk, és az a helyzet, hogy azóta is Mezőtúron lakunk, bár volt lehetőségünk korábban Szolnokra menni, de azt választottuk, hogy itt maradunk Mezőtúron. Talán egy kis lokálpatrióták is szerettünk volna itt élni tovább, amit sikerült is megvalósítani. Bőven elmondtad, Pista, egyébként ebben az öt mondatban azt, ami mögött azért sokkal több minden volt, hiszen én úgy gondolom, amit csak annyival intéztél el, hogy az áfész elnöke voltál, ez a mai kedves nézőink és hallgatóinknak jó részének sajnos már nem mond semmit. Kérlek szépen, Pista, ez most csak, én ugye koronnál fogva emlékszem rá, de kérlek szépen, vázold már föl nagyjából, hogy az akkori, segíts kérek, általános fogyasztási és értékesítő szövetkezet, ugye ez volt az áfésznek a teljes neve, azért egyrészt annak az elnökének lenni az hát nem kevés felelősséggel járó beosztás volt, és hogy egyáltalán mivel foglalkozott az akkori cég, hogy tudják meg a mai kedves, ma már sajnos ezeken a milyen, hogy is hívják, hipermultikon nevelkedett fiatalok, hogy abban az időben hogyan nézett ki Mezőtúrváros ellátása, és akkor már meg is előlegeztem, hogy mivel foglalkoztatok. Hát igen, akkor Mezőtúron az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet egy viszonylag monopól helyzetben volt. Még nem volt jelentős múlt, illetve versenytársa sem volt a cégnek. Gyakorlatilag kiskereskedelmi tevékenységet, emellett fölvásárlást és vendéglátási tevékenységet is folytatott a cég. Hát akkor körülbelül 5000 tagja volt a szövetkezetnek, gyakorlatilag a város teljes egészében átfogta. Hát akkor egyik legnagyobb foglalkoztatók voltunk, még körülbelül 440 főt foglalkoztattunk. Hát ha jól emlékszem, a 36 élelmiszerüzlet, iparcikk üzletek, áruház, és hát több más tevékenységet is folytattunk, mert volt fölvásárlási tevékenységünk is. A rendszerváltás idején nagyon sok támogatónk volt.
Az az igazság, hogy szerették a áfészt, abban az időben még nagyon kevés multi volt, utána később a rendszerváltással jöttek be a nagy monopól cégek, amelyek hát gyakorlatilag a kiskereskedelmi, tehát a magyar kiskereskedelmet valamelyes padlóra is küldték. Hát talán ennyit erről. Köszönöm, Pista, mert fontos volt ezt tudnunk. Tehát önmagában az a szám, hogy 5000 tagotok volt, ez annyit jelent, hogy ez úgy működött, mai átformálva mai fogalmakra, hogy részvénytársaság. Ugye, mert hiszen ennyi ez a tag, ez nem azt jelenti, hogy ennyi, hiszen említetted is, hogy 440 volt a közvetlen foglalkoztatotti létszámotok, de ennyi taggal azért rendelkeztetek, mert ilyen részjegyeket lehetett vásárolni? Vagy hogyan volt ez a tagsági dolog? Tudjuk már ezt, mert tényleg érdekel. Igen, akkor ez, hát a tagság, mint tulajdonosok, alaprészeggyel rendelkeztek, hát ez alapján bizonyos kedvezményekben részesültek, és a vásárlás után bizonyos visszatérítésekben is részesült a tagság, tehát aki többet vásárolt, akkor hát volt ilyen bebélyegzéses módszer, illetve más módszerek, áru visszatérítés, stb. Hát azokat most én nem kívánom elsorolni, de hát az a helyzet, hogy az nagyon élő kötődés volt a tagjainkkal, hisz évente rendszeresen részközgyűlésen tájékoztattuk a cég működéséről. Gyakorlatilag mi nem részvénytársaság, hanem szövetkezetként tevékenykedtünk, ahol nem a tagságnak a tulajdon része volt a domináns, hanem egy tag egy szavazat elve alapján működött a szövetkezet. Hát talán dióhelyben ennyit. Köszönöm, Pista, én ezzel akkor most már le is zárnám, de azért annyiban mégsem tudom lezárni ezt az áfészes időszakodat, mert majd később is vissza fogunk térni egy gondolat erejéig erre, hogy én megint csak mégiscsak meg kell, hogy kérdezzem ismételten, hogy annyival elintézted ezt, hogy szükségét érezted, hogy a város közéletében részt vegyél. Pista, én mégiscsak azt tudom megkérdezni, hogy ezt egy picit légy szíves, bővebben fejtsd ki, mert nem akarok itt most tényleg turkálni, mert ugye ez egy abszolút magánügy, de te az akkori képviselő testület közül én kimerem jelenteni, hogy anyagilag a legjobban preferált emberek közé tartoztál. Természetesen nem a képviselő tiszteletdíjra gondolok, mert az akkor nagyjából a telefonköltséget fedezte, hanem csak a memóriám. És ennek ellenére is rengeteg feladattal és munkával tett hozzá, vagy teszem én hozzá, ugyanakkor pedig ugyanazokkal a kihívásokkal, amit előre tudnotok kell, hogy itt a rendszerváltás azzal jár, hogy itt megjelennek majd azok a konkurens cégek, akikkel föl kell venni a versenyt. Mégis, Pista, ennek ellenére, ezek mellett, a kondíciók mellett, te azt mondtad, hogy mégis beszállsz, és mégis részt akarsz venni, hogy jobb legyen ennek a városnak. Ez volt a motivációd legelső sorban? Hát, hogy teljesen őszinte legyek, egyrészt láttam, hogy milyen jelöltek vannak, nem lebecsülve a jelölteket, de nagyon kevés gazdasági szakembert láttam. Éppen arra szerettem volna kiukadni, pontosan. Nem lebecsülve a tanárokat, de nagyon sok tanár indult a jelöltek között, és nagyon kevés gazdasági szakember. És úgy gondoltam, hogy ha sikerül bejutni, akkor talán valamelyest ez segítséget nyújthat a város leendő vezetésének abban, hogy a város jó irányba haladjon, és talán az a tagi kapcsolat, ami nekünk volt, vagy nekem volt abban az időszakban, azt is tudom kamatoztatni a képviselőtestület munkájában, és ezt úgy gondolom, hogy sikerült is. Tökéletes, abszolút korrekt összefoglalás Pista a dolgoknak. Én ezt el is fogadom. És köszönöm szépen, hogy ennyire őszinte voltál, mert itt most lehet milyen elkötelezettségre, nemzeti érzületre és a többi tenni akarásra és minden másra, amit szerintem jó páran, mondjuk lehet, hogy komolyan is éreztek volna, de úgy érzem, megint csak a hideg ráció az észszerűség mellett döntöttél. Tiszteletre méltó döntés volt. De Pista, még egy dolgot szeretnék, mielőtt tovább mennénk, még egy dolgot szeretnék föleleveníteni, ugyanis valamennyi tisztelt akkori képviselőtársammal és a mai vagy mostani beszélgető partnereimmel szóba került óhatatlanul is a polgármesterünk, első polgármesterünk megválasztása. Ugye Bagdán Piroskáról beszélek, aki ugye Ádámné Bagdán Piroska volt akkor, dr. Bagdán Piroska,
És én erről szeretnék megkérdezni téged, mert előtte Piroska ott dolgozott nálatok az Áfésznél, x idővel előtte. Én ezt nem tudom pontosan, hogy mennyi idővel. És jelentős érdemed, én ezt ennek tartom, érdemed volt abban, hogy Piroska el tudta munka mellett végezni a jogi egyetemet. Pista, kérlek szépen, beszélj erről. Igen, hát gyakorlatilag Piroska volt, tehát Ádámné dr. Bogdán Piroska a cégünknek a jogtanácsosa volt. Ő már akkor, hát vagy végzős volt, vagy már akkor elvégezte, emlékezetem szerint a jogi egyetemet, mikor... Hiszen úgy ment majd aztán be a városi tanácsokhoz. Így van, így van, így van, és akkor egy évig dolgozott, nagyon jó munkatárs volt, nagyon szerettük együtt dolgozni. Én őszinte tisztelője voltam, mert nagyon nagy tudású, jó munkabírású munkatársam volt, és gyakorlatilag ő utána átkerült a, ha jól emlékszem, a Városi Tanács VB titkára lett ő. 88-89 elején, most ezt pontosan nem tudom, vagy nem emlékszem pontosan rá, és gyakorlatilag ott tevékenykedett, én jól ismertem a munkáját, hát és amikor gyakorlatilag hát arra került a sor, hogy polgármester választásra kerüljön sor, én szívesen tudtam ajánlani Piroskát, és maximálisan támogattam, bár az én szavazatom csak egy volt a sok közül, hisz ketten voltunk függetlenek Besze Sanyi bácsival, de én úgy gondolom, hogy azért többen ismerték a városi tevékenységét Piroskának, és ennek megfelelően azért a többség támogatta ebben a tisztségben, hogy kinevezzék, vagy kinevezzük. Mondjuk ez 94-ben aztán bőségesen igazolta, hiszen a második polgármesteri ciklusát, ha jól emlékszem, jó 75%-os, vagy még talán fölötte való támogatással, amikor közvetlen választás volt már a polgármester választás. Így van, így van. Pista kedves, én szeretném, ha még valamit emlékezetedbe idézhetnék. Szomorú résztvevője voltam, és kedves nézőknek el kell, hogy mondjam itt, hogy a műsor előtt mindig néhány szót váltunk a beszélgető partnereinkkel. Ezt én direkt kihagytam ezt a részt, és most szeretnélek megkérdezni, Pista. Ugyanis tagja voltam annak a delegációnak, talán emlékszel rá, aki kért tőled egy időpontot, és te készségesen álltál rendelkezésére, az én pártom polgármester jelöltjének a korteskedése miatt kerestünk föl téged, és te akkor a szokott őszintességeddel elmondtad ezt a történetet, amit mi nem tudtunk előtte, és te megmondtad azt, hogy innentől megérthető, hogy te kizárólag Piroskát fogod támogatni a polgármesteri szék elnyerésében. Így van. Ez, akkor röviden el is mondtam a történetet, ilyen helyetten. Jól emlékszem, Pista, hogy így történt a dolog? Igen. Nem kérdezem meg az okát, elmondtad az előbb, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Én nekem akkor az rettenetes nagy égés volt, be kell, hogy fejezzem. Nem is az első és nem is az utolsó. Remélem, hogy még ezután is következik az életemben ilyen esemény. Én nekem egyetlen egy dolog maradt meg 25 év után, több mint 25 év után, Pista, a korrektség. Nem köntörfal, aztán nem kérdetted magad, hanem azt mondtad, hogy kérem szépen, nem. És ezért. Úgyhogy utólag is köszönet érte, és egy szemet nem haragudtunk soha. Visszatérünk 90-re. Az egy 10-es választási körzetben indultál, ez az Újvárosnak a legvége, és még Pusztabárébe, és ott a tanyavilág, igen. Tanyavilág. Nem egy könnyű körzet volt. Hát ez nem volt könnyű körzet, de nem is volt nehéz körzet. Mert azt el kell mondani, amit valószínűleg nem is kérdeztél még, de azért mondom el, mert én abban a körzetben születtem, tehát én Pusztabárévén pontosabban, ha most megyünk Pusztabárébe fele, van egy kőkastély, és annak vonalában jobb oldalon volt egy kis tanya, ott laktunk mi, és ott nevelkedtem föl. Látod, Pista, gratulálok. És gyakorlatilag a 8. koromba kerültem be mezőtúrra, az Újvárosi iskolába. Tanultam, és utána pedig középiskolába, a Teleki Bronkába. Pista, jó. Már ennyit magamról el akartam. Nem, én köszönöm szépen, ezt hogyan tudtam volna. És ott engem még nagyon sokan ismertek abban az időszakból, és nagyon sok, hát hogy mondjam, külterületi tanyos ember is. Hát hadd mondjam egy kis talán, amikor erről nem szóltam, de ez egy kicsit az is
próbált inspirálni talán, hogy azoknak az embereknek, akik ott éltek és élnek még, többen ma is, hát sajnos nagyon nehéz körülmények között, és talán azoknak a képviselete is, ez is volt egy inspiráció, amellett, hogy gazdasági szakemberként szerettem volna bekerülni a testületbe. Még mindig nem térünk arra, amikor majd igazi áldásos tevékenységet tudtad fejteni. Pisti, engem most ezzel nagyon meglettél, mert bizisten, tehát ezt nem tudtam. És te 8. osztályos korodig, tehát 14 éves korodig, onnan Pusztabárével és Mezőtúr, tehát inkább közelebb Mezőtúrhoz, de akkor is legalább 6-7 kilométer, ugye? Hát igen, annyit csak erről, hogy gyakorlatilag onnan először Csehalomra, 3. koromig. Igen. Odáig jártunk. Ja, Tanyasi iskolába, Tanyasi iskola, működött. Tanyasi iskolába, igen, igen. És hát utána pedig a 3-tól 7-ig a Kőkastélyban volt egy iskola, ahol, hát hogy mondjam, több osztály is volt, a felső tagozatosok együtt jártunk, nagyon kicsi osztályok voltak, 2-3-5 fős, tehát együtt volt a 5., 6., 7., 8. osztály, és gyakorlatilag mi több, hát hogy mondjam, több osztálynak a... Az egymás óráig vettetek részt. Így van, így van, így van. Hát azt még megemlítem, hogy ott Szonda Júli Anna volt, aki még ma is él, Berec Laci bácsi feleség az Újvároson, tehát ő volt a iskola tanítója, akire mindig nagy tisztelettel emlékszem vissza, mert nagyon korrekt, egyszerű, de nagyon kedves tanítónéni volt. Pista, mindig becsültelek, de nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Én rettenetesen meglepődtem ezen, én ezt nem gondoltam volna, mert így meg még inkább értelmet ad mindennek, ami történt később. Mert hiszen az történt, hogy túlestünk mindenféle procedúrán, alpolgármesterválasztáson, no, jöttek a bizottságok. Kötelező jelleggel meg kellett választani minden magyar önkormányzatnak, mind a 3200-nak, 2 darab bizottságot. Jól emlékszem, Pista, az egyik az ügyrendi bizottság Igen. volt, a másik pedig a pénzügyi bizottság. Igen. A pénzügyi bizottságnak úgy érzem, hogy ellenvetés nélkül, de egyhangú támogatással lettél az elnöke. Igen, igen. Pista, szívesen vállaltam, megmondom őszintén, hogy nem könnyű helyzet volt az akkori körülmények között, ami ma is biztos, hogy úgy van, hogy mindig pénzhiányba szenvedett az önkormányzat. Sok jó. Én ezt egy kicsit bővebben szeretném majd azért kibontani, mert megmondom neked, hogy miért. Mert én a magam személyét tudom egyértelmű példának mondani. Én azt sem tudtam, hogy merre van az ajtókilincs. Tehát ugye a közigazgatásban, mint olyanban, az ég egyet a világon, neked sem volt semmiféle jártasságod, mely előtte nem voltál semmiféle ilyen úgymond közszereplő vagy tanácsi szereplő. Te itt szigorúan, mint ahogy említetted is, gazdasági szakemberként jöttél oda, és gazdasági szakemberként is vettél részt a munkában. Hogy emlékszel, Pista, hogy állt akkor Mezőtúr városa? Gondolok itt a források, kiadások egyensúlyára, forrás hiányra már említetted is egy szóval, de ez tudva levő volt, hogy az önkormányzatoknak nem volt, különösen a Mezőtúri önkormányzatnak nem volt olyan tartaléka, vagy olyan plusz forrása, amit aztán később a működésre tudott volna fordítani. És mégis sikerült ezt a helyzetet valamilyen módon megoldani. Oroszlán részed volt ebben, és említsük meg itt akkori első pénzügyi osztály vezetőjét, Szűcsné Évikét, mert szóval azért, ha ő nem lett volna, azt hiszem, hogy sokkal nehezebb helyzettel kezdtünk volna hozzá, ugye? Igen, igen. Hát nem volt könnyű a helyzet úgy, hogy valószínű, hogy ma sem könnyű, hisz, hogy nagy forrásbőséggel nem rendelkezik a testület, vagy az önkormányzat, hát akkor még különösen küzdelmes volt az élet. Én úgy gondolom, az összes iskola, az összes intézménnyel óriási költségbe került, szinte minden iskola, kivétel a szakmunkás képzőiskolát, ha jól emlékszem, az nem volt egyedül forrás hiányos, az volt pluszos valamelyest. A többi iskola és intézmény mind kiegészítő finanszírozásra szorult a várostól, ami elvitte jelentősen a forrás, pénzügyi forrásokat. Fejlesztése szinte alig maradt pénz, ha jól emlékszem, talán 80-100 millió forint, ha emlékszem, és amellett hiteleket kellett fölvenni. Minden esetre a város igyekezett takarékosan gazdálkodni,
Hát sokat vívtunk az akkori intézményvezetőkkel, még kellett küzdeni, mert mindenki szeretett volna többet adni, nagyon jogosan a dolgozóinak, a tantestületek szerettek volna jobb felszereléseket, stb. De hát az az igazság, hogy olyan kalappal kellett köszönni, mennyi pénze volt a városnak, és hát bizony ez sokszor komoly vitákra is, és hát küzdelemre adott okot. Esetenként az is lehet, hogy olyankor megsértettünk, vagy megbántottunk akaratokon kívül is egy-két, intézményvezetőt. Már megmondom őszintén, hogy ők is igyekeztek ezt átlátni, átérezni, hogy a városnak élni kell. Minden esetre arra nagy büszkeséggel gondolok vissza, hogy sikerült megőrizni, hogy nem kellett átadni egyetlen egy iskolát sem, és az, hogy az önkormányzat kezelésében meg tudtak maradni az intézmények. Pista, én mégis megpróbálok ezen a pályán egy kicsit mozogni, mert nem csak most, hanem azért az elmúlt években is többször föltettem magamnak a kérdést, hogyha minden olyan kérdés, ami benne van a volna, fölösleges, ezt én magam is szoktam mondani, de mégis eljátszva a gondolattal, nem érzel úgy, hogy akkor elmulasztottunk abban a, hogy nevezzem, forradalmi lehevületben, változtatni akarásban valami fontos dolgot? Az intézményeinkkel kapcsolatban forradalmi változások voltak. Pista, kérlek szépen, majd erről is beszélj, mert itt megtettünk, amit lehetett, mert például a városgazdálkodási vállalatot, illetve a költségvetési üzem, amely egyrészt átfedésben, másrészt pedig, hogy mondjam, feladat kívülülésben szenvedett, hogy nevezzem így, ezekkel azért megléptünk, amit meg tudtunk lépni. Ennek, hiszen az egyik szülőatya voltál ennek a racionalizálásnak, de itt megállt. Tehát a többi intézményünknél, például az iskoláinknál mindezt nem végeztük el, nem tudtuk elvégezni. Helyes döntés volt ez, vagy nem volt. Megállnunk? Abban az időben nem volt érett a helyzet arra, hogy olyan gyökeres változtatásokat hajtson végre. A testület szerintem nem volt arra elég erő. Ez az én magán véleményem most utólag is. Hát, hogy mulasztott, hát az az igazság, hogy előre nem láthattunk dolgokat. Minden esetre én azt hiszem, hogy abban is tettünk, mert átadtuk a református egyháznak. Köszönöm szépen, hogy gimnáziumot, kollégiumot, a hozzátartozó különböző vagyontárgyakkal. Ez úgy gondolom, hogy egy közös akarattal megszabozott testületi döntés volt, amelyre én is, hát hogy mondjam, teljesen logikusan úgy gondoltam, és igennel szavaztam, és úgy gondolom, hogy ez nem volt rossz döntés, a mai nap is időtálló, hisz ha oda tekintünk, a Szegedi Kis István utódjára, most elnézést, hirtelen nem is jut eszembe a nevem, mert most... Most erre a mezőtúri református kollégium. Igen, református kollégium, iskola és kollégium. Én úgy gondolom, hogy jó döntést hoztunk akkor. Csak a pontosság kedvéért, mezőtúri református kollégium, tehát ennyiben működik, mivel a kollégium, ugye? Nem azért, hogy Pista, nehogy is nem azért javítottalak ki, semmiképpen nem. De Szegedi Kis István volt ugye az első mezőtúri tanító, aki a szegedi előnevet ugye onnan kapta, hogy Szegedről érkezett mezőtúra 1530-ban, ami azért elég tekintélyes múltra tekint vissza. Adja Isten, hogy a Teleki Blankát is valamikor majd 390 év múlva, ugye majd ilyen 500 éves múlta lehessen majd gazdagítani. Elnézést. Pista, köszönöm szépen, hogy szóba hozta az egyházi vagyon kiegyenlítést, ugye, mert itt ingatlanokat kaptunk, adtunk, és a többi, és így jött össze. Megvádoltak bennünket, az akkori képviselőtestületet nagyon sokan. Azt is elmerem mondani, elkotyogni, hogy azóta is, hogy nem kerül körültekintéssel jártunk el. Magyarul azt mondták vártként, hogy az egyház több vagyontárgyat kapott vissza, mint amennyit adott a városnak, tehát ez a nivellálás ez nem teljes egészében valósult meg. Az én információm viszont az, hogy ti a pénzügyi bizottságban, mikor ezt a napirendi pontot készítettétek elő, mert ugye az úgy folyik a történet, aki eddig nem tudta volna, hogy egy bizottságban részletesen kitárgyalnak mindenféle szakrészfeladatokat, és utána egy kidolgozott javaslattal jönnek a képviselőtestület elé. Így van. Pista, ti ezt akkor
teljes alapossággal átnéztétek, tételenként, mit, miért alapon? Jól tudom ezt, igen, az információt, hiszen te vagy ebben legautentikusabb. Igen. Hát egyébként itt jelentős kompenzációt, hát ha jól emlékszem, hogy 30 milliós kompenzációt kapott a város az állam, magyar államtól, azért, hogy átadta, tehát plusz, ha jól emlékszem, a kollégiumot, vagy az új kollégiumot, hogy átadta a református egyháznak. Hát, hogy ez 30 volt, vagy több millió volt, de én akkor körül emlékszem, hogy ez volt az összeg, de nem az anyagi volt itt a lényeg. Ebben van egy erkölcsi kérdés. Azt gondolom, amikor erre szavaztunk, vagy szavaztam én is, akkor arra gondoltam, hogy talán az a tisztesség, hogyha visszakapja a református egyház, ami neki jár. Én úgy tudom, hogy a katolikus egyház is visszakapott bizonyos ingatlant, de az, hogy abban az idő történt, arra már én sem emlékszem, hogy ez volt a nagyobb porderelő lépés. Igen, hiszen mi református város vagyunk, és talán még emlékszel arra is, Pista, hogy említsük meg másik tisztelt képviselőtársam nevét, Csoma Mihály képviselőtársunk, aki fölállt és szó szerint ezt mondta, ha mégsem szó szerint, akkor elnézést, de lényegét tekintve igen, hogy történelmi lépést, történelmi jelentőségű döntést hozott Mezőtúrváros önkormányzata. Hát ez városi szinten tökéletesen egyetértünk. Úgy gondolom, hogy teljesen igazunk van volt, vagy van ebben. Pista, térjünk még egy fontos dologra vissza, kérlek, mert a minden város legfontosabb, minden önkormányzat legfontosabb döntése minden évben, akivel egyébként Király János tanárúrral, képviselőtársunkkal beszéltünk éppen erről, a mindenkori költségvetésnek a megszavazása, minden éves költségvetésnek a megszavazása. Pista, hogy kérdezzem meg, hogy ez nektek bizottsági szinten, osztályvezetői szinten, ez mennyi időt vett igénybe? Tehát egy ilyen költségvetés összehozása az nem két fillér volt, egyrészt, másrészt meg nem két perc. Mennyi időt kellett erre? Akár csak azt kérdezem meg, hogy személyesen is fordítanod, csak hogy tudjuk. Én még mondom őszintén, ezt sosem számoltam, tehát nem keveset sokat, ezt nem lehet így, mert az az igazság, hogy ha visszaemlékszel, akkor egy testületi ülés is volt, hogy majdnem éjfélig tartott, és sőt, már volt, amikor Bagránban bácsi azt mondta, hogy Józsi bácsi, hogy Szigeti Józsi bácsi, most mondani akarsz, szegény Szigeti Józsi bácsi. Hát igen. Mindegy, már nekem most egy kicsit találkoztam, hogy nem éjszakásnak szület, vagy szegődtünk mi ide el, nem éjjel jön. Pontosan, szegény, nyugodjon végkével, így volt. Igen. És ráadásul mindig nekihevülten tudtunk vitatkozni, érdelni. Hát, én nem is tudom, hány napirendi pont volt, vagy 40-50, nem is tudom, annyi napirendi pont volt, hát volt, amikor persze másnap folytattuk, vagy kis toleranciával. Sok tennivaló volt. Pista, mégis vissza kell, hogy térjek a költségvetésre, mert ez az egyik legfontosabb dolog volt. A költségvetésnek az elfogadása, illetve a kiegyensúlyozás ugyan nullás költségvetésnek kellett lenni. Tehát hiánnyal költségvetést tervezni nem lehetett. Ha valami luk volt, azt be kellett tömni valahogyan. Annak két útja volt, vagy a saját bevételeket kellett növelni, vagy a kiadásokat csökkenteni, vagy ha az nem ment, sem a másik nem ment, akkor pedig hitelt kellett fölvenni. Én nem emlékszem arra is, Isten bocsássa meg, tényleg próbáltam már többször is az emlékezetemben kutatni, én nem emlékszem akkor ilyen hatalmas forrás, tehát hitelfölvételekre. Emlékszel ilyen nagyságrendekre? Én úgy emlékszem, hogy talán évvégén munkavérhitelre is ilyenekre volt. Én megmondom őszintén, hogy nagyon sok idő eltelt, és talán... Hát, nehogy már visszakérdezek itt perc és fillér pontossággal. Most azért ez olyan kérdések, hogy az biztos, hogy tudom, hogy tehát a munka úgy folyt, hogy előterjesztést kapott tehát a testület előtt a bizottság, ott azokat alaposan átrágtuk több sorral, és volt, hogy együttes bizottságülést tartottunk a ügyrendi bizottsággal, illetve más, mert volt nem kötelező jellegű bizottságok is, és gyakorlatilag ott egyeztettünk, hát nagyon sok munka volt, mert kérdésedre is válaszolnám, hogy sok munka volt az előkészítésben, és igyekeztünk úgy oda terjeszteni, vagy úgy segíteni az anyagok előterjesztését, hogy azok lehetőleg átmenjenek, és tényleg sikerüljön még valósítani. Nagyon-nagyon nehéz volt, azért azt még egyszer megjegyezném, hogy ez a nullás költségvetés, amit te is említettél, hogy ez kijöjjön, a jó lukokat be lehessen tömni, hát bizony ez volt ingatlanadásra is, ha jól emlékszem,
De hát az még abban az időszakban csak a kezdet volt. De talán azt mondom, hogy jó sikerült megtalálni, hogy azért a város költségvetés, hogy nagyjából egyensúlyban volt az abban az időszakban, amíg a ciklusban pénzügyi bizottság elnök voltam. De ez nem rajtam múlott egyébként, hanem az egész testületén. És a vezetésen, és a város vezetésen, amit azért azt mondom, hogy egy korrekt, tisztességes polgármester vezetett, ezt nem elfogultan jegyzem meg, hanem teljesen elfogulatlanul, bár így van ez ma is én, tehát semmi kifogásom a polgármester vagy a polgármesterek ellen, akik voltak közben, de az az igazság, hogy akkor én igazán abban voltam benne, hogy együtt dolgozhattunk, hát veletek. Így igaz. Pista kedves, én mégis szeretném azt megkérdezni még egy döntésünkről, ami már nem forint filléres is, meg ez nem elszámoltatás, félreértés ne esik, én nem NAV ellenőr vagyok, hogy a Mikulást elvigyem, hanem azért lehet, hogy én egy képviselőtársad voltam. Azt szeretném megkérdezni, Pista, hogy az akkori képviselőtestület bölcsessége azt mondta, hogy helyi adót, ipaműzési adót nem vetünk ki. Jogunkba állt volna, tehát magyarul a hitelek kiváltása helyett a forrás bővítésünket, ugye ezzel a forrás lehetőséggel próbáltuk volna megteremteni, nem tettük. Kérlek szépen egyrészt ennek a hátteréről beszélj néhány szót, és másodszor meg kíváncsi lennék a véleményedre, így utólag már megint, hogy jó döntés, nem jó döntés. Meghozta a gyümölcsét, amit szerettünk volna, hogy meghozzon, vagy még nem egészen? Azt el kell mondani, hogy azt ismerve a cégek akkori gazdasági állapotát, hogy a város lakóinak a adóerőképességét, hát ezt így mondják ki finoman. Igen, nagyon szépen fogalmaztál, de az, hogy azért elég szegény a mi lakosságunk ma is, meg akkor is elég szegény volt. Én szépen fogalmaztam, te meg őszintén is. És akkor az az igazság, hogy ez vezérelt bennünket, hogy a cégek nagyon padló alatt voltak, és nagyon fontos volt, hogy a munkaerőt még tartsák a cégek, és úgy gondolom, hogy ebben nagyon sokat küzdöttünk ott a bizottságokkal együtt is, veled is, hogy új munkahelyek is létesüljenek, ami több-kevesebb sikerrel valamelyes történt is, de az az igazság, hogy én jó döntésnek tartom, hogy akkor nem eltük sem a cégeknek, sem a lakosságnak a terheit. Bár erre szükség lett volna, ezt ma is belátom, de én ezt most se tenném másképp, mint akkor, hogy tettük. Ez teljesen abszolút őszinte válasz volt megint, Pista, de hát más nem lehet tőled várni. Még egyet szeretnék megkérdezni, hát még többet is, de még azért már csak... Igen, azt szeretném tőled megkérdezni, Pista, hogy sikerült megőrizni a függetlenségedet. Tehát én el nem tudom képzelni azt a pártot. Hát mi nem, ugye, mert mi egy radikális párt voltunk, mi azt mondtuk, hogy hozzánk lehet jönni, de mi nem kérünk senkit, hogy hozzánk jöjjön. De hogy sikerült megőrizni a függetlenséget? Hiszen gazdasági szakemberként valóban akár esélyes későbbi képviselőként is nyugodtan lehetett volna. Nem keresett meg egyetlen párt sem téged? Vagy te őrizted ilyen nagyon féltékenyen a saját függetlenségedet, Pista? Hát még egy bizalmas dolgot elmondani. Ez egy ilyen műsor, ezért hívják tabuk. Az őszinte igazság, hogy gyakorlatilag a Magyar Szocialista Munkáspártnak voltam a tagja, én ezt nem munkahelyen szereztem ezt a tagságot, amikor katona voltam egy első lépcsős alakulatnál Tatán, én ott vettek fel a Magyar Szocialista Munkáspártba. Gyakorlatilag amikor ez a párt megszűnt, gyakorlatilag létrejött az MSZP, én úgy gondoltam, hogy én nem kívánok más pártnak a tagja lenni. Talán édesapám mondta nekem, amikor én beléptem az MSZMP-be, hogy fiam, ez nem olyan, mint a kabát, amit fölveszünk és levetünk. Ő tagja volt, most ezt nem tudom már, hogy az MSZMP előtti pártnak. A kommunista, MNKP hát volt, majd a kommunista párt. Hát akkor bonyolult volt, ugye, most én már nem is. Vagy Magyar Dolgozó pártja még előtte. És akkor talán elmondott egy olyan dolgot, amit én még osztanák az itt veled is, hogy mi hatan voltunk, vagy vagyunk is testvérek, és 56-ban, amikor a forradalom időszakában, ő bedobta ezt a tagsági könyvét
kemencébe, sokszor megkeresték, de sose vette vissza. És akkor mondta, hogy fiam, ez nem egy kabát, amit fölveszünk és váltogatunk. És ez a tisztesség, amit ő nekem elmondott, úgy gondoltam, hogy én utána már én már semmilyen pártba nem fogok belépni. Kerestek a vállalkozók pártjától, kerestek másonnan is. Én szerintem az a legegyszerűbb, és azt választottam, bár ezt nagyon sokan a szememre dolgálóként szememre hányták, hogy hát ő úgyis bolsevik, vagy stb. Máshogy az érzés, hogy baloldali érzelmű vagyok ma is, és én ezt nem titkolom, de én egyik pártnak sem kívántam a tagja lenni, és így sikerült talán megőrizni a függetlenséget, és igyekeztem tisztességesen úgy irányítani a dolgokat, hogy ugyan mi csak ketten voltunk függetlenek Beszesanyi bácsival, de azért sokszor a mérleg nyelve tudtunk lenni, és igyekeztünk, hát kemény vitákban, hát azt hiszem biztos emlékszel rá, kemény vitákban, sokszor a mérleg nyelveként végezni a munkánkat a város érdekében, ha szabad ezt mondani így. Pista, nagyon köszönöm, hogy ezt mondtad, különösen itt a visszaemlékezést, nagyon köszönöm neked. Ugyanis valóban sokan úgy váltogatják a pártokat akár a nagy politikában is, mint hogyha éppen én nem a kabátjukra gondoltam, hanem sokkal testükhöz közelebb álló gordarabra. Ez nem olyan. Még akkor is, hogyha mondjuk vagy bolsevik hoznak, vagy liberális hoznak, az embernek, ha van egy világnézete, ami kialakult, azt nem bocsátja áruba. Úgy megpróbál élni, és megpróbál élni vele együtt, ameddig lehet. Pista, nagyon szépen köszönöm eddigi beszélgetésünket, nekem már csak egy kérdésem marad, de az nagyon fontos, mert őszintén kíváncsi vagyok rá, mert ez az élet, ez a 4 év az életünkből, ez nem kevés. Hogy emlékszel vissza, amit úgy igazán boldogan és örömmel emlékszel olyan eseményre, amelyet sikerélményként éltél meg, és volt-e olyan, amit azóta is elraksz, mint személyes kudarcot, Pista? Kíváncsi vagyok rá. Én úgy gondolom, hogy az együtt töltött 4 év, az nagyon sikeres volt. Én nem tudok ebből úgy különösebben kiragadni, bár mondhatom, hogy jó volt együtt kilátogatni 3 székre. Ja, és mondd, Pista. És az a helyzet, hogy ott is az ember... Amikor a néni azt mondta, hogy hát gyerekek, hát majd megjöttetek, hát itt vártunk már, azt mondja, végre itt vagytok, magyar testvéreim. Hát ugye könnyen még most is majdnem a szemem beszökik, de ezt ragadnám ki. De az, hogy együtt dolgozhattunk, meg együtt tevékenykedtünk, én úgy gondolom, hogy azt nem mondom, hogy egy sikertörténet volt ez a 4 év, de egy sikeres munkát végeztünk együtt, és én ebből nem gondolok kiragadni semmit sem, mert ebben voltak kudarcok is, sok-sok birkozás, de hogyha visszagondolok arra, hogy mennyi mindent tettünk, amikor a kapcsolgatós telefon. Emlékszem, a Ruál program, emlékszel, 370 milliót akartak tőlünk legombolni, és azt hittem, hogy süllyedek el Székestől. Pontosan. És akkor sikerült megoldani, hogy ide jöjjön, legyen nekünk digitál, ha jól emlékszem, digitális telefon van. Az akkori legkorszerű. És egy fillér nélkül. És hozzá. Akkor az sikerült, hát hogy mondjam, ez akkora siker volt. Pasz, az, aki tudja, hogy mit kérdez, hogy mondjam, majdnem könyörögni egy telefonvonalért, úgy. Udvarolni a telefonos kisasszonyoknak, vagy éppen, hogy amikor jött a banán, vagy amikor szóltunk, hogy banán vagy ott gyerekek, mert most van mennyi, vagy az ABC-ből küldtük. Hát mert egy telefon bizony akkor sok-sok árut meg egyebeket jelentett, mert akkor nem úgy volt, hogy tele volt az üzlet áruval. Hát abban az időszakban meg kellett azért is küzdeni, mert hát bizony akkor még nem volt ilyen bőséges árukínálat, de az a kapcsolatrendszer, és ezt egyet ragadtam volna, hogy például ez sikerült, vagy visszaemlékszem, hogy akkor már nem voltam a képviselőtestület tagja, de még jó kapcsolataink révén sikerült elintézni, hogy a posta felújuljon, tehát megújuljon polgármester asszonnyal. Együtt mentünk el akkor a pénzügyi bizottság tagjaként Debrecenbe is, hát a Józsa Piroska, vagy jól emlékszem, annál voltunk. Az volt az igazgató, és sikerült azt elintézni, hogy akkor gyakorlatilag a posta is megújuljon. Megújult a főtéren a bazár. Hát ezeket úgy folyamatában azért a régi képviselőtestülettel, meg majd a később választott testületekkel együtt sikerült megvalósítanunk. Én úgy gondolom, hogy
sikeres 4 évet mondhatunk ott magunkénak. Ista, egyrészt nagyon-nagyon szépen köszönöm, amit elmondtál. Az utolsó 5 percben tiszta meglepetés voltál, előtte is természetesen nagyon sok újdonságot mondtál nekem. Köszönöm, hogy vendégeink közül, amikor erre a kérdésre, ugyanis ezt mindenkinek feltettem. Te elsőként és első emberként válaszoltad a sikerek között azt a háromszéki kapcsolatot, testvérvárosi kapcsolatot, amely úgy érzem, hogy most, ha visszagondolok, valóban az érzés, azt már senki tőlünk el nem veheti. Az már lehet bármilyen, akármilyen kudarc, üthetnek holnap agyon bennünket, Pista. Az tökéletes volt. És hála Istennek tegyük hozzá, hogy azóta is működik, és jó prosperál, és adja is nagy továbbra is jól prosperáljon. Pista, még így közeledve beszélgetésünk vége felé, de szeretném, hogyha beszélnél arról, mert megismertük Takács Istvánt 1990-ig, de nem tudunk semmit Takács Istvántól, akkor Takács Istvánról 1994-től. Kérlek szépen, hogyha nem kényelmetlen és nem tapintatlanságnak tartod, akkor kérlek szépen, beszélj nekünk erről, mert én tudom, hogy rengeteg munkával hoztatok létre egy komoly vállalkozást, mind a mellett, hogy még közben valóban komoly beosztásban dolgoztál továbbra is. Én szeretném, hogyha megismerhetnénk ezt a Takács Istvánt is. Hát igen, a gondok is voltak közben a testületi munka mellett, rajtunk kívül álló okok miatt, és gyakorlatilag azt azért el kell mondani, hogy a rendszerváltásnak a nagyon negatív, korábban megszokottól eltérő, hát hogy mondjam, okai miatt őszintén el kell mondani, hogy 92-ben a cég, amit vezettem, az öncsődöt kellett, hogy jelentsen, mivel belehajóztunk egy olyan ügyletbe, egy bizonyos úgynevezett tollügyletbe. Jó, igen, emlékszem. És ezt, hát hogy mondjam, ezt a testületi munka mellett nem volt könnyű dolog, mert a fő csapás azért a munka volt. A céget igyekezni kellett talpon hagyni, sikerült, és gyakorlatilag a öncsődből, amit jelentettünk, mert kötelező volt a adósságállomány miatt, sikerült a céget nagyon kemény munkával kihozni, és gyakorlatilag 94-re, a ciklusunk végére, szinte teljesen, hát hogy mondjam, adósságmentessé tenni a céget, 95-re újra kezdtük építeni a cégünket, gyakorlatilag akkor újítottuk fel a főtéri APC-t belőlről, stb. Természetesen ez nem járt áldozatok nélkül, sok ingatlantól kellett megválnunk. Az akkori körülmények között az öncsődről talán annyit, hogy minden törvényes körülmény mellett nagyon megvezettek bennünket. Nemrészt is ezt tudja, tehát régi tagtársaink már, a szövetségi tagtársaink ezt tudják, mert ezt nyíltan el is mondtuk. Gyakorlatilag az a lényeg, hogy a céget rendbe tudtuk hozni, de az a helyzet, hogy mire rendbe hoztuk a céget, akkor ide jöttek a multik. Szépen folyamatosan jött előbb jött a Spár, jött a Penny, jött majd a Profi, jött a Lead. Hát meg kell mondani őszintén, hogy hiába láttuk, hogy most már kifele láttuk az útnak a végét, hogy majd sikerül megmaradnunk, rájöttünk, hogy a központi igazgatás költségét nem tudjuk leküzdeni, és egy dologban valamerre el kellett indulnunk. Az az igazság, hogy a tiszaföldvári áfész felé indultunk, és annak a vezetésével sikerült egyességet kötni. Egyesült a két cég, előzetesen Tiszaföldvár már Kunszentmártonnal is egyesült, amely nagyon nehéz helyzetben volt. Így a három cégből lett egy erős, viszonylag tőkerős, forgalmi képes cég, a tiszaföldvári áfész, tiszaföldváris vidéki áfész, amelynek hát része volt a mezőtúri áfész is, de már új cégnév alatt. Hát ez nagyon komoly, hát lelki veszteséget okozott, mert nem a személyes, hogy mondjam,
munkahely vezetett, hanem az vezetett, hogy a dolgozóknak maradjon meg, minél több dolgozónak maradjon meg a munkahelye. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült valamelyest megőriznünk, de azért az áldozatokkal is járt, amely nem könnyű dolog. Gyakorlatilag 2000-ben történt még az egyesülés, és gyakorlatilag, hát ott én mint kereskedelmi igazgató tevékenykedtem, de több vezető munkatársam is átkerült a céghez, vezető beosztásban többen jártunk át, gyakorlatilag a dolgozóknak a munkahelye Mezőtúron megmaradt, hát és gyakorlatilag utána a cég ott tevékenykedett, és én ott dolgoztam, 6 évvel ezelőtt mentem nyugdíjba. A cégnek a kereskedelmi igazgatójaként, megmondom őszintén, hogy sikeres cégben tevékenykedtem. Sokan mondhatják, hogy eladtad a céget, a Áfészt. Hát nem eladtuk, hanem az a helyzet, tovább ittük, és ma is él. Ma már az a cégnek még maradt, most Tiszaföldvári Kobz ZRT, de a fő tulajdonosa a Kobztár részvénytársaság Jászberénybe, ami gyakorlatilag, ha itt körbe tekintünk, egész Gyuláig, Mélykerék, stb. Sorolnám, Tisza, itt a környék minden cégét egyesíti, mert már ebben a versenyben a Tiszaföldvári Kobz ZRT sem tudta kigazdálkodni a központos igazgatás költségeit, és ezért a veszteség termelődött volna, és az ottani testület is belátta, hogy sajnos ebben lépni kell, és ezt a tulajdonos tagok is ezt megerősítették. Én azért mondtam ezt el, mert sokan nem tudják, de talán ez hozzátartozik ahhoz, hogy megismerjék a kedves hallgatók és a tévénézők ezt a... Tehát ez egy kettősség volt, tehát 94-re sikerült a céget stabilizálni, és hát gyakorlatilag mégsem, mert ez a küzdelem tovább folytatódott. Pista, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezt a történetet. Abszolút, ezek mind evidenciák, tehát aki egy kicsit is élt valamit a gyakorlati életről, azt tudja, hogy ez csak így lehetett megúszni, hiszen egy olyan céggel, amelynek Európa minden országában vannak üzletei, azonos költséggel nem lehet versenyre kelni, csak azonos módszerrel. Kedves Takács Pista barátom, köszönöm szépen, hogy meglátogattál bennünket. Nagyon örültem, hogy itt voltál, és kívánom neked, hogy megérdemelt boldog nyugdíjas éveidet, amellyel teljesen megleptél, műsor előtt elmondtad, hogy 6 éve, én úgy emlékszem, 1 éve volt, de nem baj, te biztos jobban tudod, hogy megérdemelt boldog nyugdíjas éveidet töltsd kedves feleségeddel, és élvezétek az életet, mert nagyon sokat dolgoztatok eddig. Köszönöm. Szeretném kérni. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ebben a munkában, amit végeztem, a testületi munkában is, és a gazdasági munkában is, a feleségem nyugodt háttere segített, hogy azt lehetőleg legjobban tudjam megvalósítani. Köszönöm a lehetőséget. Tudjuk, hogy így van. Köszönjük szépen, Pista, hogy itt voltál. Kedves tévénézőktől és rádióhallgatóktól, műsorvezetőtársammal, Szabó Ferenc úrral együtt búcsút veszek. Jövő héten találkozunk, még egy kedves volt képviselőtársunk lesz a vendégünk, utána a műsor elköszön, és csak a következő évben fog folytatódni. Még a következő évre 3 képviselőtársunkat fogjuk vendégül látni, remélem, hogy akkor is érdeklődéssel várnunk bennünket. Köszönjük szépen a figyelmet, kezdjük sokan, viszont hallásra!